Változnak a felsőoktatási felvételi szabályok. Az intézmények mostantól szabadon dönthetnek arról, hogy eltörlik-e a 280 pontos minimum ponthatárt, illetve hogy kérnek-e az adott vizsgatárgyból emelt vagy középszintű érettségit. A diákoknak még egy hónapjuk van jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre. Jövőre pedig újabb változások jönnek, ezekről is szó lesz a következő percekben. Fábián Barna folytatja. Nagyon szépen köszönöm, van által vendégem az Oktatási Hivatal Felső Oktatási Elnök helyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Kontra kollégám említette, hogy még egy hónap áll rendelkezésre, hogy a szeptemberben induló tanév folyamán felsőoktatási intézményekben jelentkezzenek a diákok. E, induljunk már azzal, hogy február 15 a határidő, hogy a jelentkezési folyamatban van változás? Alapvető változás nincs a jelentkezési folyamatban. Február 15-ig Ugyanúgy online módon, elektronikusan tudnak jelentkezni a jelentkezőink, viszont azért igyekszünk minden évben segíteni nekik. Ez évben az az újdonság hogy a teljes elfelvételi, tehát a jelentkezés folyamatát és minden egyes lépését már mobiltelefonra optimalizáltuk, tehát mobilon keresztül is beadható a felvételi. És ugye ugyanúgy, mint a korábbi években, ha valaki elkezdi a folyamatot, nem kell rögtön befejeznie, lezárnia, hanem ott, ahol abba a rendszerünk elmenti, és utána folytatja február 15-én évfélig viszont azért egy nagyon apró változás mégiscsak van a folyamatban, csak és kizárólag ügyfélkapunk keresztül lehet már hitelesíteni a jelentkezést, tehát február 15-én évfélig a hitelet is sítést is meg kell tenni. Tehát kérném szépen azon jelentkezőket, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, hogy ezt tegyék meg, nyissanak, van még rá egy hónap, hogy megfelelően le is tudják zárni ezzel a jelentkezésüket. Hát, még szerintem nagy részüknek van, hiszen majdnem minden hivatal a NAV-tól kezebb ügyfélkapunk keresztül értekezik az emberekkel. Na, miért volt szükség ezekre a változtatásokra, amelyek idén már... Újra indulok. Milyen változtatások lesznek, vagy változások idén, és miért volt erre szükség? Talán így jobb a kérdés. Igen. Tehát több változás életbe lépett az idei eljárás során ugye az első, hogy a jogszabályi 280 minimumpontot az alap- és osztatlan képzésekre, a 240 minimumpontot a felsoktatási szakképzésekre, és az 50 minimumpontot a mesterképzésekre eltörölte a jogszabály. Viszont ugye a felsoktatási intézmények szakonként mégis határozhatnak meg minimumpontot. Eltörlésre került továbbá azon miniszteri pontszámok, minimum pontszámok rendszere is, hogy ugye bizonyos szakoknál gazdaságtudomány, műszaki képzési terület, orvos egészségtudomány, bölcsész terület bizonyos szakjain, ugye volt a magyar állami ösztöndíjas képzésekre egy magasabb minimum ponthatár, ez is eltörlésre került központilag, de az egyetemek meghatározhatják. Ha határoztak meg minimumpontot, akkor viszont ez a felvételi tájékoztatóban a meghirdetéseknél látszik, tehát a jelentkező látja ezt egyértelműen. Másik változás, hogy a felsoktatásba a történő belépéshez alap- és osztatlan képzések. Hez az elmúlt években ugye legalább egy emelt szintű érettségi mint bemeneti feltétel ö, ö, elvárt volt, most már ez a bemeneti feltétel nincs. A harmadik változás pedig, hogy ettől függetlenül az emelt szintű érettségi nagyon sok szempontból nagyon fontos, erre azért még egy fél mondat erejéig majd kitérnék, de a szakokhoz Való belépéshez, amikor számoljuk az érettségiből a pontszámot. Ugye ott számos szaknál egy vagy két tantárgyból emelt szintet vár el a jogalkotó. Na most az egyetemek ettől is eltérhetnek, tehát mondhatják azt, hogy erre és erre a szakra, ha bár alapvetően kellene emelt, a pontszámításhoz nem várom el nagyon-nagyon részletesen, pontosan a felvételi tájékoztatóban, a táblázatok között az egy perám mellékletben, azt is kilistáztuk, és a jelentkezők ezt látják a felvi.hu-n, hogy mely konkrét uh, szakokhoz nem szükséges, a pontszámításhoz sem az emelt szintű érettségi. A 280 pontos minimum határt miért kellett eltörölni? Um, Igazán a felsőoktatási intézményekre bízza a jogalkotó és a tárca azt, hogy ők döntsék el, hogy egy adott szakhoz elvárnak-e minimumpontot, oly módon, hogy természetesen a mögött kompetencia, ismeret van, vagy sem. Tehát ez az intézmény szabad döntése, vagy ugye ott a másik lehetőség, hogy nem vár el minimumpontot, esetleg alacsonyabb pontszámmal is beenged jelentkezőket, ám de. Felzárkóztatja, támogatja, mentorálja a, a kicsit alacsonyabb pontszámmal belépetteket, és lehet, hogy a végén ugyanúgy nagyon kiváló szakembert képez, és oklevelet ad azon jelentkezőknek is, akik annak idején alacsonyabb pontszámmal jöttek be. De az, a felsőoktatási intézmény hozzáteszi azt, és fölemeli egy kicsit az ismereteid kompetenciáját a jelentkezőnek. Azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmények szabadságot kapnak nagyobb lehetőséget is gyakorlatilag ők dönthetnek. Abszolút, így van. Ah. Így van. Ők dönthetnek erről, és nyilván az intézmények érdeke az, hogy több hallgató lépjen be, de több hallgató szerezzen a végén oklevelet. -ok Ehhez ők hozzá is teszik azt, azt, a, azt a munkát. Amely, amely, segíti a hallgatókat az oklevél szerzésig. mi a helyzet? Mert e, nyilván most a járvány alatt nagyon sok ember nem is tudott volna nyelvvizsgázni, épp ezért beragadt egy csomó diploma, Malesek szerintem olyan szakokon is, amelyek nem szükség volt a munkaerőpiacon, már nem szerintem a ilyen véleményeket is olvastam. Most mi a helyzet? Ebben van változás? Igen, nyelvvizsga tekintetében van változás, de ugye nem a felvételi, tehát nem a, a, tanulmányok elején, hanem a végén ugye az oklevélhez volt szükséges eddig egy, vagy adott esetben több, vagy szaknyelvi nyelvvizsga. Na most a most tanulmányaikat megkezdőkre nézve, a 22-23-ban tanulmányokat kezdőkre nézve, már nem lesz kötelező jogszabályi szinten központilag az, hogy ugye alapképzésen legalább egy C1-el rendelkezzen a, a hallgató, ám de nagyon fontos, hogy a felsőoktatási intézménynek kötelessége tantervbe beágyazottan szaknyelvi ismereteket nyújtani a hallgatóinak. Azért azt elmondhatjuk, hogy a fiatal korosztály alaposztatlan képzésre, az idősebb korosztály pedig mesterképzésre már a gyakorlata révén, vagy a munkája révén, nagyon sok esetben nagyon erős nyelvi kompetenciákkal jön be. Tehát ezt, 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 ezt látjuk. Tehát úgy jönnek be gimnáziumból a jelentkezők, hogy természetesen a felvételinél megkapják a többletpontot a nyelvvizsgákra, és ez a szám növekszik, egyre több ö, fiatal rendelkezik nyelvvizsgával, de utána az egyetemen a szaknyelvi ismereteket kell és szükséges, hogy elsajátítja, és az intézménynek kötelessége innentől kezdve, hogy erősítse a szaknyelvi ismereteket. Hogyha központilag nincs is előírva a diplomának a megszerzéséhez a nyelvvizsga, maga az intézmény, egyetem előírhatja? Igen, igen, tehát meghatározhat nyelvi követelményeket. Ez nem feltétlenül nyelvvizsgát jelent, hanem egyéb módon is mérheti a szaknyelvi ismeretek elsajátítását. De végszor a edukáció kiállítás holnapi napon kezdődik. Holnapi napon kezdődik az edukáció, három napig tartó nagyon innovatív, fiatalos, lendületes oktatási szakkiállítás. Nagyon várjuk az érdeklődőket, illetve a bizonyos időpontokra már be is teltek a helyek, ugyanis regisztrálni kell. Ingyenes a szakkiállítás, de előzetes regisztrációhoz kötött az időpontok vonatkozásában. Magyarország szinte minden felsőoktatási intézménye, a felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb szervezetek, szakképzési centrumok, a a munkaerőpiac, a vállalati szféra bizonyos szereplői megjelennek a kiállításon, várjuk az érdeklődőket. Félmondat, hol lesz? Az Expo lesz az Ápavilonban. Hálásan köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.